tisztelettel köszöntök mindenkit. A Törökszent Miklós Városi Önkormányzat és az Ipai Kulturális Központ nevében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója tiszteletére rendezett koszorúzási ünnepségünkön. Külön tisztelettel köszöntöm Révi Attila alpolgármester urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés tagját. Nagy szeretettel köszöntöm a Baptista Szeretett Szolgálat Kölcsei Ferenc általános iskolájának 4. B-osztályos tanulóit és tanítónéniket, az Aranyalma és a Százszorszék tagobodák okodásait és óvédjét. Városunk több pontján találhatunk emlékhelyek, amelyek nemzetünk, településünk történelmi eseményeinek, fordulópontjainak emlékeit őrzik, és adnak helyszínt és lehetőséget az utókor nemzedékeinek a méltó megemlékezésre. Az 1848-49-es esztendők is bővelkedtek ilyen a magyar nemzet sorsát a továbbiakban nagyban meghatározó eseményekben, amelyek közül többnek is a helyszíne a mi kis városkánkban Törökszent Miklóson volt. A főtér, ahogy sokáig nevezték, a mostani Kossuth tér, már a 18. század első felében, vagyis nem sokkal a város újratelepítése után fontos szerepet töltött be a helyi társadalom közösségi életében. Így volt ez 1848-49-ben, a szabadságharc idején, amikor is több alkalommal járt Kossuth Lajos, Magyarország akkori kormányzója településünkön. 1849-ben Toborzó körútján éppen ezen a helyen, ahol most állunk, intézett beszédet és egyben köszönetet mondott a Törökszent Miklósiakhoz. Hiszen ebben az időben a Törökszent Miklósiak óriási áldozatot hoztak a szabadságharc kimenetele szempontjából. Az akkori 8000 lelkes Törökszent Miklós áldozatos hozzájárulása tette lehetővé, hogy a február 12-én a városba érkező gróf Vécsei Károly hadosztályának ellátmányozása több hétig biztosított legyen, és elindulhasson március 5-én hajnalban az egész város által búcsúztatva a győztes szlovaki csatába. Ez idő alatt a lelkes Törökszent Miklósiak szinte mindenüket feláldozva több ezer, időnként 10-15 ezer honvédet láttak el. Ennek a történelmi eseménynek a tiszteletére emléktáblát készített a város vezetése, hogy évről évre koszorúkkal, virágokkal, nemzeti színű zászlócskákkal fejezhessük ki tiszteletünket Kossuth Lajos emléke előtt. Mielőtt mindez most megtörténhetne, kérlek benneteket, kedves gyerekek, hogy a pedagógusok segítségével énekeljétek el a legkedvesebb Kossuth nótáitokat. Nagyon ügyesek voltatok, köszönjük szépen!
ezt a két csodálatosan buzdító Kossuth-nótát. És a Kossuth-nóta után kérem Révi Attila, a polgármester urat, hogy helyezzel az emléktáblánál a megemlékezés koszorúját.